A Matthias Corvinus Kollégium kecskeméti tanulói megnézhették, hogyan halad a Neumann János Egyetem új oktatási épületének építkezése. A kampuszban ez év szeptemberétől kap majd helyet a gazdaságtudományi kar. A kampusz bejárása előtt a diákok megnézhették az épület látványterveit. Majd amikor ez elkészül, akkor ez egy 5,5 hektáros területen. A diákok között volt, aki már most érdeklődött a mérnöki vagy építész pálya iránt. Mások gazdaságtudományi területen képzelik el jövőjüket, ezért nagyon hasznos volt számukra élőben végigjárni egy ilyen fejlesztés helyszínét. A leendő egyetemi hallgatók testközelből tapasztalhatták meg, milyen egy magas építés területén mozogni, valamint első kézből kaphattak információkat a képzésekről is. A bejárás Tarnói Anna, a kecskeméti duális oktatás ZRT projektmenedzsere tartotta. Jelenleg alapvetően most már belső építészeti munkálatok zajlanak, hidegburkolás, melegburkolás, szerelvényezés, szerelés, elektromos és gépészeti szerelés, szerelvényezést értünk ez alatt, illetve hát van két speciális helyiségünk, oktatótermünk, az egyik a tőzsdetojás, aminek zajlanak a kivitelezési építési munkái, illetve van egy nagy előadónk, az 500 fős nagy előadó, ott is még zajlanak kivitelezési munkák. Az 500 fős nagy előadó fő funkciója a nagy létszámú előadás, sok konferenciák, rendezvények lebonyolítása. Az előadó fő vizuális eszköze egy motoros 8x4,5 méter méretű LED fal, amit a legutolsó széksorból is jól lehet látni. Az előadót két külön kis füllel tudják szétválasztani, amit úgy kell elképzelni, hogy ezek a termek saját tengelyük körül befordulnak. Így két kisebb termet, illetve egy nagyobbat tudnak kialakítani. Ez egy nagyon nagy volumenű és nagyon érdekes műszaki megoldásokkal bíró épület. Ilyen épület, illetve ilyen előadóterem Chicagóban van még a világon. A bejárás végig interaktív volt, hiszen a csoport tagjai nem csak kérdéseket tehettek fel, hanem ötleteket is adhattak az építőknek. Tarnói Anna elmondta, nagyon hasznos volt ez a bejárás a gyerekekkel, hiszen egészen más szempontból közelítették meg a dolgokat. A látogatás után az ott hallottakból kvízt töltöttek ki, a legjobb válaszadók pedig gyümölcsjutalmat kaptak.